Szabó Patrícia már tűkön ül, hiszen hamarosan megérkezik a Szex és New York második moziváltozata. A divatőrült újságíró könnyedén beléli magát Carrie, Samantha, Charlotte vagy Miranda szerepébe is, hiszen mindegyikükben megtalálja önmagát. Lássuk, milyen Patrícia élete, filmje és a Szex és New York. A New York magazin szerint Brooklyn az új Manhattan. No, aki ilyet leír, csak Brooklyn lehet. Szállod, hey, Hollywood! Halló? Hello, Carrie. Nagy hírem van, meghoztam a döntést. Nem lett magam a nagy cég nagy pénzes ajánlatára. Így nem megyek vissza nagy pozícióba. Haladok a saját magam ura. Bizony, bizony. Egyébként tudod, hogy nagyon fontos nekem a munkám, és nagyon szeretek dolgozni. De megtanultam egy híres nagy tévéstől, hogy nem az első nagyon nagy ajánlatom kell ilyet mondani. Puszi, 5 perc múlva bár van. Leárazás volt. Rájöttem, hogy lehet, hogy ez már kóros, mert nem messze ki volt írva, hogy vegetáriánus ételek, én meg azt olvastam, hogy végkiárusítás ételek. Charlotte, ne visíts már! Megsüketültem. Miranda, te meg ne legyen már ilyen érzékeny. Egyébként a világnak bármelyik pontján hátrakötött kézzel, bekötött szemmel tudok bezárt üzleteknél is vásárolni, tehát hogy nincs olyan volt, amit nem tudnék kinyitatni. De jóban Isten! Csajok, ne haragudjatok, mennem kell. Muszáj megtalálnom Mr. Biget. De este talizunk. Jaj. Csak álmodtam. Igen, csak álmodtad. Tudod, hogy nagyon szeretem a gyerekeket, de még nem találkoztam avval a pasival, aki miatt elkezdek járni kismama a jogára. Aludj jó, vigyázz magadat. Na ki van itt, csajok? Nagy hírem van! A 40-es üzletember azt szeretné, hogy minden hétvégét töltsek ki vele Európában, de nem fog menni, ennek vége! Lehetetlen! Lili, nézd, ki van itt, Samantha! Hát te hogy kerülsz ide? Hát nem egy országban élünk, és ez picit bonyolultabbá teszi az ügyet, de majd megy. Én abban biztos vagyok, hogy nem Magyarországon fogom élni az életemnek egy bizonyos szakaszát, viszont abban nem vagyok biztos, hogy ez a pasi az, aki miért én elindulok világba. Csak a pezsgő hiányzott. Baláncsat, szemét, szemét. Csincs, szemét, szemét. Na, csajok, jó lesz ez, mert ez az a ruha, amit délután mondtam. Hogy vegyek még föl valamit? Na, most már induljon kell bulizni. Olyan jó, hogy itt vagyunk mindig együtt, mert hogy a barátok mindig nagyon fontosak. A munkám is jól áll, a magánéletem is alakulóban van, anyuka ugye még nem leszek, és tettem ötven már új cipőt. Ígyunk erre. Ránk! És a következő ötletre. És remélem, hogy a Szex és New York második részét már együtt nézzük. A következő ötvenre.